most pedig felkérjük Kubai László polgármester urat, hogy tartsák a köszönő beszédét. Kedves hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kedves ünneplő közösség, Nyírpazony nagyközség önkormányzata képviselőtestülete nevében nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. És nagyon jól leső érzés így végignézni a népes asztaltársaságon. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást, és a mai nap folyamán ezen a délután együtt tudunk egy közös kellemes délutánt eltölteni. Nem évekre, hanem évtizedekre visszatekintő hagyománya településünkön az, hogy egy szép októberi őszi napon, egy délután, egy péntek vagy szombat délután összejövünk vagy az ebédlőben, vagy pedig az iskolában, hogy kifejezzük tiszteletünket, szeretetünket, hálánkat és megbecsülésünket Nyírpazony időskorú polgárai iránt. Ennek a kötelességünknek szeretnénk a mai nap folyamán is eleget tenni, és köszöntöm elején engedjenek meg egy gondolatot itt a 40-es generáció részéről. Mi a 40-es éveivel járok, úgy gondoljuk, hogy ha majd megéljük azt a szép időskort, amit önök, akkor majd nyugodtan hódolhatunk a különböző kefteléseinknek, hiszen nem kell reggel korán kelnünk, nem csörög az ébresztőóra, nem kell mennünk munkába, nem nehezül a vállunkon a munkahelyi felelősségnek a terhe, és amikor önökkel beszélgetünk, akkor önök teljesen más szoktak nekünk mondani, hiszen sokkal azt szokták nekünk mondani, és arról szoktak minket tájékoztatni, hogy sokkal aktívabb életet élnek, mint amikor munkahelyre jártak. Sokrétűbb az a dolog, és az a munka, amit szoktak végezni, hiszen van, aki segít a gyermekeinek, vigyáz az unokára, a ház körül is sokkal több teendő van, hogy a lakásban is jobban észreveszünk azokat a dolgokat, amit esetleg addig elhanyagoltunk, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű az a dolog, amivel egy aktív nyugdíjas korban az embernek dolgoznia kell. Erre egy neves amerikai író azt mondta, hogy ne higgyenek senkinek, az élet 65 éves kor felett kezdődik. Hát itt biztos, hogy ülnek közöttünk olyanok, akik ezt vagy megerősíteni tudják, vagy pedig megcáfolni a részünkre. Mi pedig csak a Jóistenbe bízunk, itt a fiatalabb generáció, hogy majd mi is eljutunk egyszer oda, hogy akkor ezt tényleg vagy megerősíteni, vagy megcáfolni tudjuk. Egy biztos, hogy a mi életünk, a mi nemzedékünknek az élete az önök munkásságával kezdődött, hiszen önök teremtették meg számunkra azt a jelent, amiben mi egy következő nemzedéknek és egy következő generációnak az életét fogjuk megalapozni. Önök voltak azok, akitől megtanultuk azt a nyelvet, amin a mindennapok során közösen szót értünk egymással. Önök voltak azok, akiktől ezt a települést megörököltük. És önök voltak azok, akik ezen a településen kemény munkával keresték a kenyerüket, alapítottak családot, és végezték munkájukat nagy szorgalommal, nagy tisztelettel és nagy becsülettel. És amikor elérkezett az idő, akkor szintén itt a kedves vendégek, a kedves időskorú polgárainktól kaptuk meg azt a stafétabotot, amit szüleiktől kaptak, amit átvettünk, és visszük tovább, és egyszer csak majd bízunk benne mi is, hogy ezt át tudjuk adni gyermekeinknek és unokáinknak. És nem csak a stafétabotot adták át számunkra, hanem nagyon sok élettapasztalatot és bölcsességet, amit nem lehet megszerezni csak úgy az idő múlásával, és amire bizony-bizony a manapság ebben a rohanó, én azt mondom, hogy valamennyire zűrzavaros időszakban is szükségünk van. Szükségünk van azért, mert ebből táplálkozhatunk és ebből merítünk erőt a mindennapi munkánk során. Kedves hölgyek és urak, nagyon-nagyon sok köszönettel tartozunk az itt ülőknek, Nyírpazony időskorú polgárainak szintén, ugyanis nem csak az élet egy napján, az idősek világnapján, a mai délután, hanem azt hiszem, hogy a szürke hétköznapokban is egyaránt hálával és köszönettel tartozunk sok mindenért. Hadd emeljek ki egyetlen egy dolgot. Köszönjük szépen önöknek azt, hogy a nehéz pillanatokban is néha könnyekkel, néha verejtékkel, néha kemény munkával, néha áldozattal és lemondással is megteremtették számunkra, a fiatalabb generáció számára azt a lehetőséget, azt az életet, hogy mi már nyugodtabban tudunk tanulni, nyugodtan dolgozhattunk, nyugodtan gyarapíthattuk családunkat, és így büszkén az önök nyomdokaiba léphettünk. Úgy gondoljuk egyébként, és köszönjük szépen azt is, hogy
a nehéz helyzetekben, az élet nehézségeiben vállaltak minket, és vállalták azt a kihívást, amit a sors az önök generációjára miért. Mi fiatalabb nemzedék hiszünk abban, hogy az időskor az az életnek egy nagyon szép pályája, és különleges ajándéka az az életnek, amikor valaki ezt nagy átéléssel meg tudja élni. Kívánjuk ezt önöknek, hiszen olyan emberi tulajdonság birtokában vannak, amit még a fiatalabb generációnak nekünk tanulni kell. Három nagyon fontos tulajdonság jellemzi már az időskort, és ezzel már az itt ülők mind fel van vértezve: a szeretni tudásnak, a türelemnek, illetve a megértésnek, a tapasztalat és a művészetének a tulajdonosai, a kedves vendégeink, a kedves hölgyek, ami talán a fiatalabb generációból ebben a rohanó világban egy kicsit hiányzik, és ebbe talán önök részéről és az önök példájából meríthetünk erőt és tapasztalatot az elkövetkezendő időszakban. Kedves hölgyeim és uraim, kívánom és kívánjuk mi fiatalabb nemzedék és generáció önöknek azt, hogy élvezzék az élet minden napjait, minden nehézség, minden probléma ellenére. Érezzék még sokáig a társadalomnak, családtagjainknak, szerető barátaiknak, a rokonoknak a megbecsülését. Sokáig érezzék még a szerető családnak a támogatását. Érezzék azt, hogy szükség van önökre, hiszen vannak olyan dolgok, amelyeket jobban tudnak nálunk, és vannak olyan dolgok, amelyeket csak önök tudnak. És kívánjuk azt, hogy legyenek nagyon vidámak, sokat mosolyogjanak a szívükben, fejezzék ezt ki felénk is, hiszen a mi napjaink, a hétköznapjaink is ettől sokkal boldogabbak lesznek. Soha ne veszítsék el a humorérzéküket, mint ahogy ezzel nagyon-nagyon sokan rendelkeznek itt a kedves vendégek között. Ne veszítsék el úgy, mint Mark Twain, híres amerikai író, aki az időskorról a következőket mondta. Néha el szoktam menni az orvoshoz, megvizsgáltatom, azt mondja, magamat, mert hát az orvosnak is élni kell valamiből. Utána elmegyek, azt mondja, a patikushoz, kiváltam azokat a gyógyszereket, amit felírt az orvos, mert hát az orvos, a patikusnak is meg kell élni valamiből. Utána hazamegyek, azt mondja, kiöntöm a gyógyszereket a csatornába, mert hát nekem is élnem kell, azt mondja. Nem bíztatom erre önöket, menjenek időbe, amikor az egészségi állapotok úgy kívánja, menjenek időbe orvoshoz, fogadják meg az orvos tanácsait. Ezt személyes tapasztalatból tudom most önöknek elmondani, úgyhogy minél hamarabb gyógyuljanak meg, hogy szerető családok körében, erőben, egészségben tudják eltölteni boldog nyugdíjas éveiket. Kedves vendégek, kedves nyugdíjasok, kedves időskorú polgáraink, engedjék meg, hogy köszöntöm végén Márai Sándor Ajándék című versét olvassam fel önöknek, amely a következőképpen hangzik. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szemfár viszényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Dubay László polgármester úr köszöntő szavait. Most pedig felkérném Grunda János atyát és Nagy József tiszteletes urat, hogy néhány köszöntő mondat erejével is emeljék ünnepségünk színvonalát. Köszönöm szépen a szót, mennyire más már itt lennem, mint egy évvel ezelőtt. Az arcok ismerősek templomból, faluból, hála Istennek, és szinte így már itt nem is akad ismeretlen arc, ha még a nevekkel nem is vagyok tisztában, de már. Ezzel hadd említsek meg egy esetet, amikor egy évvel ezelőtt időtől már természetesen a szomszédokat fölkeresük, és Vitai Miklós bácsi, nem tudom, itt van-e, ő most nem tudott eljönni, ugye hozzájuk is átmentem, és beszélgettünk, és mondta, hogy ő 60 éves korában ment nyugdíjba, és én pedig tavaly voltam éppen 60 éves. Belegondoltam, hogy hát akkor nyugdíjasként élem most már az életemet? Feleslegesen élem az életemet? Vagy Miklós bácsi feleslegesen éli? Hát több mint 30 éve már nyugdíjas,
És akkor, hát akkor ez egy ilyen felesleges idő. Kedves időskorú testvérek, nem. Hiszen az időskor nem az élet vége, hanem az életnek a koronája. A görögkatolikusok tudják, hogy az esküvőkor a mennyasszony és a vőlegény fejére egy korona kerül. A király és királynői korona. A felelősség koronája. És hát szerintem a nyugdíjas kor vége felé kezdünk beérni, amikor rádöbbenünk, hogy mi is az a korona. És a koronának megfelelően élni. Tehát az a nyugdíjas idő, kinek mennyit ad a Jóisten, az nem a vég, hanem épp ellenkezőleg a királynak a számadása, és a királyi felelősség, vagy királynői felelősség átadása. Azok a sok-sok felgyülemlett gondolatok, tapasztalatok, bölcsességek. A Jóisten nem büntetni akar az időskorral. Épp ellenkezőleg jutalmazni akarja, hogy azt az életet, amit kaptunk, és az élet minden szakaszát értékeljük. Szerintem, ahogy elhangzott polgármester úrtól is, és egyetértek, önök néha sokkal többet dolgoznak, mint az aktív emberek, hiszen a felelősség, a pótolhatatlanság, a gyerekek, unokák, dédunokák felé is sorolhatnám. Kérem, úgy tekintsenek erre az időre, én magam is így kezdek már tekintgetni, hogy ez az időszak az élet koronája, a Jóistennek az ajándéka, amely visszatekint, végig gondolja és szedi össze az életben kapott jó dolgokat, és ugyanakkor a király és királynő általában bős szokott lenni, készül egy újabb élet kezdetére. Ezt se felejtsük el, és ne féljünk ezektől, tehát éljük a király és királynéből fakadó koronai időt, és kezdjük el az új életre fölkészülni. Így kívánok további szép koronás életet. Köszönöm.